Sziasztok, sziasztok! Nem Gába Lázs, és van egy Alienware notebook itt a kezemben, amit már egy pár hónapja lehet kapni, de csak most jutottam hozzá, hogy bemutassam nektek méghozzá. Az Alienware 13-nak most van egy OLED képernyős változata is, ami még mindig persze VR, még most van a játékokra is, persze nagyon használható. Még mind egy új funkció, hogy itt világít a háttérben a trackpad alatt a hát nem tudom, kis lámpa, ilyen LED csíkot húztak ide bele. Kellemesen lehet persze élni rajta, meg dolgozni rajta, hogy akarnánk. Itt van a kis Alienware logónk, amivel ki is be lehet kapcsolni. És a képernyő most már egy OLED képernyő, mert szerint ugye a fekete, annyira fekete, hogy alig látszik egy különbség, hogy hol kezdődik a képernyő, és hol kezdődik a notebooknak csak a műanyag részét a képernyő körül. Kis benetekben megnézzük, akkor persze abban is van egy csomó, mint USB 3 kétszer is, éppen 3.1-es USB-C csatlakozó, van egy hangszórunk, és egy kicsi meleg levegőt fúj most éppen ki itt a Alienware 13. Hátrafelé is persze majd, de különben van hálózati csatlakozónk, DisplayPortunk, HDMI-nk, Thunderbolt 3 USB-C csatlakozónk, amivel persze lehet tölteni is a készüléket, hogy éppen nem játszunk, de akkor persze nagyobb kábel kell, meg extra bemenet, és itt majd egy külső grafikus kártyát tudunk rácsatlakoztatni, még mindig a Dell-nél. Mi? Következő oldalt is persze ugyanúgy meg kifújja itt a meleg levegőt hátra és meg oldalra is, és egy USB 3-at találunk, még egy mikrofont és egy headset csatlakozót itt egyben. Az elején nincs semmi, de hogyha megnézzük alulról, vagy ezt is hátulról, hogy látjuk, hogy gyönyörű, még mindig fémháza van az egésznek. Most már nincsenek itt a csíkok, amit világítanak sajnos, hanem csak az Alienware fejvilágít olyan színben, amilyenben akarjuk. És alulról majd itt szippantja be a hideg levegőt, azért itt kicsit itt fel is kell állni a készléknek, tehát itt van egy kis gumilába, és könnyen lehet majd itt kinyitni a hátlapot, és kicserélni a RAM-ot, hard drive-ot, SSD-t, hogyha erősebb gépet akarom magunknak építeni. Gyönyörű amúgy a készlék, és touch ráadásul. És megnézzük még egyszer, milyen hardware van benne éppen, 16 GB RAM, i7-es 7700HQ processzor, plusz egy 1060-as Nvidia grafikus kártya, hogy tudjunk VR-re persze majd játszani. Tehát ennyi is volt a bemutatója ennek a gyönyörű notebooknak, amit persze nem kevés pénzet meg lehet rendelni az Alienware.com vagy a Dell.com weboldalon, akár Magyarországon is. Köszönjük szépen, nem Gába Lázs, és legközelebb.